Halló, halló! Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Már aki most kelt, vagy aki még nem kelt, de aki most kezdi nézni. Folytatjuk a Prog 1-et. Ugye csütörtök van. Kicsit extrákat fogunk most inkább nézegetni. Szevasz, Miska! Úgyhogy látjátok a címbe is, hogy hogy nagyjából miről lesz szó. A veszőket elfelejtettem tenni, lehet kellett volna, de nem baj. Jó, most ezeket fogjuk megnézegetni, pár ilyen tényleg ilyen extra feladat. Pörögjön a jelenlét év mindenképpen, tehát az nyugodtan mehet. És nem tudom, meddig fog tartani, lehet, hogy most nem fog végig, mert lehet, hogy ezekkel egy kicsit hamarabb végzünk, de hát mindegy, most ez így alakult. Jó, oké, és na, ugye pár ilyen adminisztratív dolga még ide értek, hogy ugye Norbi, látjátok, készíti ezeket a lokátoros példákat, nyilván azokat ti is csináljátok meg, tehát nyilván azok is ugyanolyan labor feladatok, előadás feladatok, mint a többi igazából. Én még úgy részleteiben nem néztem meg azokat a videókat, így, mármint a részleteiben, nem néztem meg teljesen, csak bele-bele nézegettem, meg így a forráskódokat, de azokat is nyilván csináljátok meg, mert mindenképp kell. Jó, oké. Másik adminisztratív dolog ezzel a proctoring, vagy nem is tudom milyen rendszerrel kapcsolatban. Agyalunk rajta, majd Norbival még most egyeztetek, meg hát kikértem a véleményét, még nem reagált, hogy valószínű úgy lesz, hogy nyilván a videókat készítsétek ugyanúgy, ahogy eddig is, tehát azokat a védési videók azok legyenek. Viszont úgy lesz valószínű, vagy hát én úgy tervezem, hogy én megnézem ezeket a videókat, és akkor egyeztetünk egy időpontot, amikor nektek is jó, hát most nem kell ezt csoportosan, de lehet ezt egyesével is külön-külön, hogy majd Discordon beszélgetnénk róla pár percet, most pár kérdést fölteszek, nyilván csak ilyen így a videó kapcsán nyilván, ami elhangzik, hogy gyakorlatilag pontosan hogyan is volt, mint is volt, és akkor én ezeket magamnak rögzítem, mert muszáj rögzíteni. Kistreamelni nem fogom, mert én nem akarnám, hogy ez a csatornán legyen. De erről beszélgetnénk, mondom, egy-két ilyen pár kérdést, tényleg csak ilyen nagyon-nagyon alap dolgokat. Mi a véleményetek erről? Hogy ez így működőképes lehet? Tehát ugyanúgy külditek a videót, én azt megnézem, és akkor a videó alapján kérdezek párat. Egy-két kérdést, ilyen, hát ha 5 percnél tovább tart egy ilyen, az már probléma lenne. Jó, nem hinném, hogy 5 percnél tovább fog tartani. Megfelelő. Jó, ahogy így nézegettem a TVS-t, ő nem ír elő semmilyen ilyen webkamerázást, meg ilyesmit. Nyilván szóba beszélgetünk, akkor az jó. Az is elég, nem kell nekem ott szétnézni a szobába, meg ilyesmi. Legalábbis így nem, tehát a TVS ezt nem írja elő. Én nem látok ilyet. Hát ha van facecam, akkor legyen facecam, ha nincs facecam, akkor nincs facecam. Hát most nyilván facecam nélkül is meg tudom mondani, hogy amit mondasz, azt érted-e vagy sem. De hogyha ha van otthon, akkor azért legyen. Jó. Be lehet azt úgy állítani, hogy jó legyen. De hogyha nincs otthon, akkor ez van. Nem mindenkinek van webkamerája. Laptopokban sincs mindegyikbe. Jó? Jól hangzik. Hát, aztán majd meglátjuk, mert nyilván kőbevésve semmi nincs, már mint olyan értelemben, hogy lehet, hogy megcsinálok ilyen 5-6 ilyen védést, aztán rájövünk, hogy nem az igazi. Mindegy, a videókat azt a szokott formába csináljátok továbbra is, tehát amit a Silabusz leír, hogy aki megajánlott jegyet akar, aki nem akar megajánlott jegyet, ilyen jegyet, olyan jegyet, jó, tehát az nyilván marad a régi, csak valószínű ez ki fog egészülni egy ilyen kis pár kérdéses beszélgetéssel,
mondom, én a Discordot preferálnám, mert Skype-tól, meg a Teams-től attól kihullik a hajam. A Discord meg működik. Tehát azt már próbáltuk, hallgatóvédett ott, tehát az működik. Jó. Ha valakinek bármilyen felvetése van ezzel kapcsolatban, az nyugodtan dobja be, és akkor beszélünk róla, de hát látjátok, hogy Facebookon is azért ott az UD-prog csoportban pörög a dolog. Oda is nyugodtan leírhatjátok, meg hát külditek is a véleményeket, javaslatokat. Jó, rendben van. Na, hát más adminisztratív dolog egyelőre nem jut eszembe. Még a menetrenddel kapcsolatban, hogy akkor jövő héten, azt ne felejtsétek, hogy hétfőn nem lesz stream, óra nyilván lesz, tehát nyugodtan lehet kérdezni, itt fogok ülni a gép előtt, tehát ha valakinek valami kérdése van, az nyugodtan fölteheti. Tehát rendesen lesz 8-tól 10-ig úgymond ügyelet, csak most nem stream lesz, hanem akkor kedden lenne ez a könyvolvasós díj, tehát az, hogy én itt a csatornán mindenkinek megnézem a könyvét, és akkor ott elmondom a javaslataimat, hogy mit kéne esetleg még bővíteni, miről kéne egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, vagy esetleg valami hiányosság van, arra fölhívom a figyelmet. Valószínű úgy fogunk haladni, hogy így csoportonként, tehát így mit tudom én, elkezdjük a hétfő reggel 8-as csoport könyveivel, és akkor szépen megyünk végig a keddi, szerda, stb. Jó, hogy úgy nagyjából ti is, tehát ne az egy, hogy itt kell ülni egész nap, és akkor na, vajon sóra kerülök-e vagy sem, hanem tényleg akkor mennénk csoportonként, és tényleg mindenkinek elmondanám, hogy akkor mi a javaslatom. Hát igyekszem a neveket nem mutatni, hát nehogy ebből gond legyen. A repo neve nyilván látszódni fog. Jó, és akkor az a repónak tehát a GitLab repo vagy GitHub repo, attól függ, hova töltöttétek föl, az már látszódni fog, és akkor az alapján be tudjátok magatokat azonosítani. Jó, hát az, hogy annak milyen nevet adtatok, hát az meg már a rajtatok múlik. Jó, és akkor ott nyilván, hogyha ott lesztek éppen, amikor a tieteket néztem, tudtok kérdezni is, meg tudunk egyeztetni is, szóval szerintem érdemes ott lenni. Jó, az, hogy ez meddig fog tartani, hát a fene se tudja, lehet, hogy kihúzódik ez csütörtökre is, mert azért ez tehát sok könyv, nem is tudom, hogy hány hallgató van nálam, olyan hát 90 körül valahogy, 90 környékén, azért az eltart egy darabig. Hát lehet, hogy nem mindenkinek a könyvét kell részletesen megnézni, mert hogy tudjuk nagyon jó, hogyha már mégse fut le, akkor az már megyünk is szépen tovább. Jó. És hogy utána mi lesz? Utána pedig elkezdjük valószínű a korábbi fejezeteket is, tehát az, hogy a könyv teljes egészében meglegyen. Ugye 3 fejezet maradt ki innen a csatornán az átbeszélésből, mert akkor még ugye fizikailag találkoztunk, és akkor azokon is végig fogunk menni, tehát a Turing-Chomsky-Cézár fejezeteken is, hogy az is meglegyen itt videóban, meg meglegyenek a forráskódok is repóba. Hát nem is biztos, hogy minden feladaton fogunk végigmenni, mert az első fejezetnek a matekos példáj nem valószínű, meg ilyesmi, de azért a labor példákon nyilván mindegyiken végigmegyünk. Jó, oké is. És akkor amit én még szeretnék, azok majd valószínű ilyen kicsit elhúzódóbb projektek lesznek, mert szeretnék 2 ilyen komolyabb projekten végigmenni. Hát az, hogy az a fél évben valószínű már nem fog beleférni, tehát az már kimutat a fél év kereteiből, de hát majd nyomjuk nyáron is, hát miért ne programozhatnánk akár nyáron is. Ugye nektek is ugye szeptembertől aktuális lesz a PROG 2, legalábbis kívánom, hogy aktuális legyen a PROG 2, és akár azokat ott is meg lehet nézegetni, vagy ilyesmi, hát de ezt majd megbeszéljük. Jó, úgyhogy valami ilyesmi lenne a menetrend. Ezzel kapcsolatban is, hogyha van kérdés, vagy megjegyzés, akkor azt nyugodtan dobjátok be. Illetve, ha van olyan téma, amit szeretnétek, hogy jobban kifejtsünk, akár ami már itt is volt róla szó, vagy könyvbe fejezet, vagy könyvbe feladat, azt nyugodtan dobjátok be, és akkor arról egy kicsit jobban megrágjuk, jobban kitérünk.
Jó, oké is. Na, viszont akkor közbe kezdjük el a mai napot. Ugye látjátok, hogy három témáról lesz szó, ugye a címbe. Korábban felvetettem, ha megtalálom, hogy amikor a BrainBee programot nézegettük, hogy megnéznénk ezt a kis dolgot itt. Tehát látjuk ezt a... Ti nem látjátok. Mindjárt látjátok. Jó? Tehát látjuk itt ezt a kis dolgot, és ebben a for-each-ben van egy ilyen valami. Jó, hát ezt a valamit fogjuk most megnézni, hogy hogyan is néz ki, hogyan is működik. Meg tehát tulajdonképpen ez a for-each-es példával ez lesz az első, amit megnézünk. És utána folytatjuk ezeket a gépi tanulós példákat, egyrészt ezzel az adverzial kis példával, amikor ilyen zajt fogunk tenni a képre, megbeszéljük, hogy ez mit jelent, illetve megnézzünk egy ilyen kis Deep Dream-es példát. Hát ez már full LSD trip, de majd beszélünk róla, hogyha odaérünk. Jó. Okés. Na, közben Mavió kérdezi, hogy ki lehet-e úgy valahogy a Qt-t cselezni, hogy ne szedjen le egy csomó mindent. Hát nem tudom, hogy a kézi telepítés az. Tehát van ennek egy telepítője, amit le tudsz tölteni ilyen sima next-next-es, de az is elég sok mindent leszed. Hát az, hogy most mennyit. Hát ott Márboly dobja a javaslatot, hogy Linuxon olyan sokat nem, de azért szerintem ott is. Na most ilyen 100 meg a nagyságrendbe szed le dolgokat, az igazság, hogy nem számít soknak. Hát igen. Hát ezt várt ki, mert azért a Qt az tényleg egy nagy valami, és hogyha a példákat végig akarod csinálni, akkor kelleni is fog. Flór, a jelenlétív innen is ki van mentve, meg most be tudjátok kattintani e-learningen is. Tehát ha most elmész e-learningre, ott is be tudod kattintani. Redundáns a dolog, tehát mindegy, hogy hol kattintod be magad, hogy itt vagy ott. Jó. Ha ide beírod, vagy oda bekattintod magad, én ezeket folyamatosan írom, van egy fájlom, és akkor ott tényleg vezetem ezeket, hogy ki hol van. Tehát mindegy, hogy ide írod, vagy oda. Jó. Okés. Szóval a Qt az eltart egy darabig, mindenképpen. Amikor a 7.1-ben Doxygen-nel PDF-et csinálunk, át kell írni valamit a Doxy fájban. Elvileg, amit én föltöltöttem az én könyvem mellé Doxy fájt, abban nem. De egyébként át kell írni. Jó? Nézd meg GitLabon az én BHax repómat, ott benne van a Doxy fájl. Jó, és akkor ott ezt már látni fogod. Jó, oké is. Na, rendben van. Akkor nézzük meg ezt, hogy hogyan működik, vagy hát hogy mit is csinál ez itt pontosan. Ugye, amint mindenképp mondanék, hogy ugye ez egy ilyen lambda kifejezés lesz, ha úgy tetszik. Én most megnyitok egy újat, mert majd egy példát itt végig fogunk csinálni. Magukról a lambda kifejezésekről itt találtok egy elég jó leírást, hát prog egy vége fele járunk, a CPP referenc manuált már igenis forgatni kell, sőt, alapvetően, hogyha na, szigorú akarnék lenni, még érteni is kéne, de azért nyilván azért vannak itt tényleg nagyon advanced dolgok. Most ilyen C++-as, meg ilyesmi dolgokat nyilván nem akarok elvárni, meg nem is várunk el, meg hát a tananyagnak ez már nyilván nem része, tehát az fontos kihangsúlyozni, vagy hát legalábbis szerintem nem része, de remélem nem mondok hülyeséget. A tantárgyi tematikákat azért nem bújom éjjel-nappal. Jó, tehát ez egy ilyen closure-t fog nekünk majd készíteni meg, de erről mindjárt beszélünk, hogy hogyan is működik. Itt tudtok róla olvasni részletesen. Ezt is, meg majd mindent, amit ma nézzünk, azért a e-learningen be fogok linkelni, hogy meglegyen egy kupacon is. Jó, megmondom, most már én is írom a könyvet, és az én könyvembe is meg tudjátok ezeket nézni. Jó, meg ott forráskódok is fönt vannak most már.
Jó. Na, úgyhogy ez lesz az első, amit megnézünk, hogy hogyan kell egy ilyet csinálni, és ezzel a konkrét foríces példával, hát erre fogunk egy nagyon egyszerű kis példát írni most. Jó, és akkor hát mit is szeretnénk? Alapvetően annyit fogunk csinálni, hogy egy vektort fogunk így szépen kiírni tulajdonképpen, vagy egy vektornak az elemein fogunk valamilyen formába végigmenni. És hát kezdjük is el írni. Hát main most üres teste lesz, mert nem, vagy hát üres paraméter listával, mert nem fog kelleni. Mentsük is el. Hát itt létrehozok egy újat ilyen óra mappába, és akkor ez a sima for each CPP lesz. Jó, és akkor hát nyilván vektorral akarunk foglalkozni, beinkludoljuk a kis vektor headerünket. Igen, autocomplete néha tud vicces dolgokat csinálni, illetve majd ki fogunk írni, tehát nyilván akkor kelleni fog nekünk a szokásos IOStream header is. Okés. Na. És akkor ugye itt most készítünk egy sima ilyen standard vektort. Ugye, hát működjön sima intekre, igazából most ez mindegy, amiben ilyen számokat fogunk tárolni. És ugye a szokott módon ezzel a inicializálós listával, vagy hát ezzel a kezdő értékadással fölveszünk pár ilyen értéket. Igazából most teljesen mindegy alapvetően, hogy milyen értékeket, de azért vegyünk föl. Jó, hát itt van nekünk egy vektorunk. Ugye ezt sokféleképpen ki tudjuk írni. Hát nyilván akár ilyen for each ciklusba, vagy for ciklusba, vagy akárhogy is. Hát mondjuk nézzünk meg egy ilyet. De ez alapvetően most ilyen devprog tananyag lesz. És akkor a igyekszem nem elírni. Dobunk utána egy szóközt. Hát és úgy nagyjából ennyi is. Ugye? Jó, meg azért egy új sor sose árt. Jó, meg a szokásos return, de ezt már külön mondani se kell. Jó. Ha hibát írok közbe, akkor nyugodtan ide chatbe be lehet dobni, és akkor hát ilyen labortépét, ha gondoljátok, akkor simán lehet ezzel vadászni. Jó, tehát aki így menet közben lát hibát, az nyugodtan instant írhatja, és akkor ezzel már labortépéket tudunk is adni. Jó, hát a program lefordul, és ahogy látjuk, szépen ki is írja ezeket. Jó, de hát ez még bevprog szint, tehát itt ez semmi különöset nem csináltunk. Jó. Na most, amit itt látunk, ugye, hogy ezzel a foríccsel is hogyan tudjuk kiírni, hogy is volt. Itt látjuk, hogy itt ezzel a foríccsel hekkel valamit. Ugye nyilván itt, hát most ha jól emlékszem, akkor ez már valamilyen kis iterátoros dolog lesz. Szerintem a iterátorokról Norbi mostanában szól ugye a csatornáján, tehát mostanában foglalkoztok ezzel, de erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg. És itt nyilván nekünk ugye meg kell adnunk, hogy ugye az adott vektornak mely elemein megyünk végig, hát a írja, hogy az elsőtől az utolsó elemig, és akkor nyilván, hogy mit kell csinálni. Jó? És akkor, hogy itt valamilyen, hát ilyen funktort fog nekünk tulajdonképpen itt készíteni, és akkor ezt a funktort nézném most meg, hogy hogyan is működik, illetve hogyan is kell ezt készíteni. Jó, hát első körben egy lambda kifejezést fogunk
összeállítani. Igazából csak annyit akarunk majd, hogy írja ki nekünk ezt a vektort tulajdonképpen. És akkor hát egy ilyen funktor lehet nyilván, hogyha belőre írjuk, ugye itt a forítsen belőre, ahogy vagyunk is, és akkor ugye nyilván az elejétől haladunk, igen, az autón complete-nek nem mindig higgyetek, főleg ne Sublime-ba. Jó, és akkor nyilván a elejétől megyünk a végéig, és ide már meg tudunk adni egy ilyen nagyon egyszerű kis funktor tulajdonképpen, hogy hogyan is működjön. Ugye első körbe kell nekünk hogyha lambda kifejezésünk van, kell egy érzékenységi lista, ebben majd mindjárt beszélünk, hogy ez hogyan is működik, mert ez akár érdekes is lehet a későbbiekben, sőt érdekes is lesz, és utána kell nekünk ugye nyilván egy paraméter, és akkor itt ez a paraméter nekünk ugye egy maga a szám lesz, amit ki akarunk írni, és ugye ezután kell nekünk adni egy ilyen törzset is ennek a funktornak, hogyha jól kezdetek szerintem már látni, hogy tulajdonképpen ez egy függvény lesz, most így nagyon, nagyon pongyolán fogalmazva, és ugye itt meg kell adnunk, hogy mit is akarunk, hát itt esetünkben nagyon egyszerű lesz a dolog, mert igazából csak egy kiírás lesz. Jó, úgy, ahogy az előbb is. Hát itt most igazából csak szóközökkel elválasztva kiírjuk a számot. Ha minden igaz, akkor jól is dolgoztunk. Jó, tehát itt nyilván itt megyünk szépen végig. Ugye ez az iterátor visszaadja nekünk ugye magát a számot, ugye ami tulajdonképpen itt lesz, és ugye ezt a számot fogjuk itt majd kiírni. Legalábbis, ha jól dolgoztunk. De nézzük is meg. Oké, és jó. Hát a forítset itt nekünk most be kell dobnunk. Ugye a foríts meg, ha jól emlékszem, az algorithm header-be van. De majd, ha tévedek, akkor majd kijavítotok. Lehet, hogy itt van egy másik is. Ha ez nem kell. Jó, na nézzük. Jó, itt még van hiba, mert viszont ide meg kell. Jó, és akkor nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e. Hát igen, kiírja itt nekünk. Hát ide beteszek még egy új sort, mert ez így eléggé rosszul néz ki. Jó. Na, és akkor ugye mi történik? Hát nyilván itt ugye az iterátorra szépen végigmegyünk az elejétől a végéig, ugye minek az elejétől, hát nyilván a vektorunk elejétől a végéig, tehát az, hogy ez a for each, ez valamilyen intervallumban dolgozzon föl, ezt itt fogjuk neki megadni. Jó, ugye a for each harmadik paramétere pedig látjuk, hogy itt egy ilyen lambda kifejezés lesz most ebben a konkrét esetben, és ugye ez a lambda kifejezés, ez itt hát lokálisan írjuk, de ez itt hát itt nekünk csinál valamit. Na most, ugye az érdekesség ebben a dologban, hogy ugye ez a függvény, ezt itt írjuk meg, de ez nem itt fog létezni úgymond, hanem máshol, és emiatt ugye az érzékenységi listába át kell nekünk adni bizonyos dolgokat, hát most éppen nem, mert ez az n, ez meg fog jelenni. Jó? Tehát nyilván itt a vektor adott eleme az itt fog nekünk megjelenni, és ugye hát a tanult módon nyilván, hogyha csak ki akarunk írni, akkor egy sima konstans referenc nekünk tökéletes lesz. Jó. Na most tudunk itt egy kicsit csinosítani ezen a dolgon, ugyanis ezt a hát funktornak nevezzük ezt, nevezzük annak, ezt meg tudjuk adni egy külön kis változóba is. Tehát az, hogy ez a kiírás, ez itt jelenjen meg, tehát itt ezt definiáljuk külön. Igen, csak mindenképpen csináljuk jól. Oké, és akkor itt ezt a
ha csak beírok ennyit, hogy print, ez így is fog működni, de nyilván adjunk neki típust is, és akkor ha minden igaz, akkor megint csak jól dolgoztunk, és ugyanazt kell látnunk. Jó? Tehát ebből is látjuk rögtön, hogy akár ezt így külön is tudjuk deklarálni, és akkor ez a print tulajdonképpen fogja nekünk majd reprezentálni ezt a kis kifejezést, amivel itt ezt a kiírást végezzük tulajdonképpen. Jó. Jó, tehát így külön is tudjuk ezt végezni. Jó, van kérdés, dobjuk be folyamatosan, tehát kérdezzünk bátran. Csak iszok egy kortyot, mert lassan kiszáradok. Jó, rendben van. Na, mit akarok én itt még mutatni? Ugye látjuk, hogy tudjuk így simán is végezni ezt a dolgot, illetve ezt külön ezeket tudjuk így külön hát változókba is deklarálni ezeket a kifejezéseket. Jó, na, akkor amit még megnéznénk, és ezt mindenképpen még jó lenne, hogy ezeket a funktorokat tudjuk így külön ilyen struktúrákba is deklarálni, vagy hát elkészíteni. És akkor most ezt néznénk meg. Ugye, csak ránézek még a dokumentációra, hogy ne írjak hülyeséget. Jó. Na, tehát tudunk olyat is csinálni, hogy ezt a for each-et, illetve pontosabban ezt a működést beírjuk egy struktúrába, és tulajdonképpen majd ez a struktúra fogja nekünk végezni ezt a kiírást, illetve sok más egyebet. Hát, most mondjuk nem biztos, hogy a kiírás a legjobb, mondjuk csináljunk egy ilyen szummát, jó? Ami összeadja nekünk. Amúgy a for each-nek a dokumentációjában is azt hiszem ez a példa van, és akkor tulajdonképpen ezt a vektort summáznánk. Jó? Oké is. Na, tehát akkor mit is akarunk? Ugye nyilván akarunk egy ilyen struktúrát, és hogy ennek a struktúrának tulajdonképpen egy ilyen összegzést végezzen az adott vektorra. Hát akkor a szokott módon ugye nyilván csinálunk neki egy konstruktort, ugye lesz majd egy tagja, ami tulajdonképpen a végeredménye lesz ennek a summázásnak, tehát ennek az összegzésnek, és hát ezt kezdetben inicializáljuk nullára, mert nyilván ezt szeretnénk. Na most mi fogja végezni nekünk ezt az összegzést? Hát maga mondjuk sok minden lehetne. Most csináljunk meg a függvényhívó operátorra, hogyha jól emlékszem, csináltunk már ilyet, mintha rémlene a BINFA progiból is, Norbi BINFA progiából, hogy minthogyha ott lenne ilyen. Jó, de hát mindegy, ha nincs, akkor most megcsináljuk itt. Tehát ez a függvényhívó operátor fogja nekünk csinálni ezt a summázást, majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan is használjuk. Hát nyilván átadjuk neki azokat a számokat, amiket összegezni szeretnénk, és ugye ezt az összegzést fogjuk végezni, ugye itt az operátor törzsébe, tehát nyilván itt fogunk összegezni igazából. Jó, és akkor ugye nagyjából ennyi lenne, de még ugye a sumot ne felejtsük el deklarálni. Jó. És akkor tulajdonképpen ez a struktúra lenne az, ami majd végzi nekünk, tehát hogyan is kell használni. Ugye valami olyasmit szeretnénk, hogy ugye ez a for each most már tényleg ne használjátok autocomplete-et Sublime-ba. Jó, tehát ez a for each igazából ugyanazt csinálja, mint eddig, csak most ugye összegezzen nekünk, tehát most már összegezni kell. Nyilván az összes számot szeretnénk, ezért elejétől a végig megyünk. És ugye
SUM-nak a függvényhívó operátorára. Jó, tehát most ezt szeretnénk így, hogy ez történjen, de nyilván ezt el kell nekünk majd tárolni, tehát nyilván ezt az összegzést csináljuk is meg, és ezt majd ki is kéne írnunk nekünk. Jó? Hát szerintem itt, hogyha az S tagjára hivatkozok, az hát nem a legszebb, de mindegy, jó lesz ez most nekünk. És akkor itt szépen írjuk ki ezt a sumot. Ha minden igaz. De hát fordítsuk, futtassuk. Jó. Hát most számoljuk így gyorsan fejbe. 82, 90. Ja, 99 jó is. Ja. Hát jónak néz ki. Jó. Ugye mi történik? Hát nyilván itt ugye megcsináljuk ugye tehát hívjuk ugye a függvényhívó operátort, ami szépen egyesével összegzi nekünk ezt a kis vektort tulajdonképpen, amit itt készítettünk, és ugye itt nekünk ez el is tárolódik, tehát ebbe a struktúrába benne is lesz. Jó, ugye a struktúrát magát itt hozzuk létre, és itt pedig ugye hivatkozunk erre a tagra, és akkor itt már szépen ki is tudjuk írni. Jó, hát így nagyon egyszerűen, tehát ahogy néztük is, ugye tudunk itt ilyen funktorokat létrehozni, és akkor azt a funktort használni, illetve ilyen struktúrát is létre tudunk hozni, ugye ez is az lesz tulajdonképpen, tehát ez is egy funktor csak, ugye ez egy kicsit, picit máshogy fog működni. Jó? Oké is. Jó, jöhetnek a kérdések. A sumba miért nem kell megadni bemeneti paramétert? Márhogy itt, mert itt a sima függvényhívó operátort terheljük túl, és ez itt, ugye itt ez a for each, ez úgy működik, hogy itt meg fog jelenni. Jó? Tehát itt ez, hát mondhatnám, hogy automatikusan csinálja. Nem biztos, hogy ez így jól hangzik, de ez így itt meg fog jelenni. És akkor emiatt ugye nem kell nekünk már megmondani. Mint ahogy emlékszel, ugye itt az érzékenységi listába se kellett igazából beletenni. Nyilván itt meg kell mondani, de ugye itt is ugyanígy meg van mondva, de itt ez automatikusan fog hát úgymond megjelenni az N, jó? Mert itt az iterátor szépen már csinálja. De ránézek, hogy biztos iterátor ez, hogy ne mondjak hülyeséget. És gyorsan rápillantok a reference manuálra. Hol van itt? Hát, igen. Input iterátor vagy forward iterátor. Ja. Oké. Egyébként ezt is megtaláljátok a CPP reference manuálba, nyilván. Ez itt látszik, és akkor itt ezt is el tudjátok olvasni, hogy hogyan működik ez a for each. És egyébként ezt a példát csinálgatjuk végig, jó? Hát részben. Jó, tehát ezt a példát itt meg is találjátok. Jó, de ezt is be fogom linkelni majd a e-learningbe. Jó, na, ezzel kapcsolatban van-e kérdés esetleg? Pörögjön, hogyha van. Így van, Márka, az operátor kap bemenetet. Jó. Már te emlékszel, hogy tavaly erről beszéltünk? Tavaly Prog 1-en. Volt ilyesmi? Mintha nem rémlene, hogy ez lett volna, de hát mindegy.
Jó. Na, és akkor ez alapján, hogy ezt itt megnéztük, nem hiszed? Aha. Jó, hát nem biztos, hogy ez volt. Mindegy. Jó. Na, ez alapján, amit most hackkeltünk, ez alapján lehet, hogy érdemes lenne kipróbálnotok, hogy itt a BrainBee-be ez hogyan működik. Jó? Tehát kicsit átírni, esetleg kihozni ezt a funktort kívülre, hogy ez is külön legyen kis kicsit deklarálva, vagy hogy megnézve, hogy működik, jó. És ami fontos, hogy szerintem érdemes lenne ilyen önálló feldolgozásba megnézni, mert akkor értitek meg igazán, hogy ez az érzékenységi lista, ez hogyan is működik, illetve hogyan is épül fel. Nyilván itt ebbe egy kicsit lehet, hogy jobban bele kéne menni mélyebben, hogy hogyan működik, de szerintem érdemes lenne nektek megnézni. Meg majd Pro 2-n akkor ezek szerint lesz róla szó, hogy itt Márk is írja. És akkor itt nyilván ez alapján feldolgozva, és akkor itt, hogy ez a capture list, ez micsoda. Jó, de egyébként ezt is látjuk itt ugye a lambdáknál, hogy mi ez a capture list. Hát szerintem, hogyha magyarul ez talán érzékenységi lista, de elnézéseteket kérem, hogyha nem. És akkor nyilván itt ilyen paraméterek, illetve a törzse, hogy mit is csináljon az a dolog. Nyilván itt ugye a C++-20-as verzió óta már itt is ilyen template paraméterezéssel működik ez is. De abba most tényleg nem akarnék belemenni, mert hát majd lehet, hogy egy másik alkalommal, amikor több időnk lesz, azért ez egy elég masszív anyag már. Jó, de ez mondom nem tananyag, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy én itt most terrorizálom ilyesmivel, hogy ezeket nézzük meg, nem erről van szó. Oké is. Jó, na, mondom a kérdés van, dobjuk be nyugodtan. Egyébként meg szerintem akkor lehet, hogy mennénk is tovább. Jó, na, mondom akkor itt ezt mindenképp otthoni feldolgozásba érdemes megnézni, de most ezzel nem foglalkozunk, mert az idő az kezd egy kicsit szorítani. Ha nem, akkor ugye mennénk tovább ezekkel ugye nézegettünk pár ilyen TensorFlow-s példát, és akkor a következő az lenne, hogy megnéznénk egy ilyen kis adverziálós példát. Ezt is megtaláltok a TensorFlow oldalán a tutoriálok között, ott is meg tudjátok nézni, hogy hogyan működik, mi történik. Én itt nyilván az alapján, a példa alapján mentem, ami ott is látható. Na most mit fogunk csinálni, és miről is szól ez a dolog? Hát, ha megtalálom azt a cikket. Aha. Na most van itt egy ilyen cikk, elég régi, régi, hát 2015-ös, több mint 20, tehát 20 éves, hogy miről is szól ez a dolog, ezt is le tudjátok tölteni, ez egy teljesen nyílt dolog, hogy tulajdonképpen neurális hálókat, hát most mondjam úgy, hogy támadnak, nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés rá, hogy neurális hálókat támadnak bizonyos ilyen zajjal, és ezt a, hogy erre hogyan reagál egy neurális háló. Majd a végén beszélgetünk róla, hogy mi ebbe a poén. Most csak fölvillantanám a képet, hogy mire is kell gondolni. Remélem látszik úgy nagyjából. Tehát, hogy itt van nekünk egy képünk, erre valamilyen valószínűséggel, vagy hát valamilyen bizonyossággal, ez a confidence, talán bizonyossága a legjobb szó erre, valamilyen bizonyossággal azt fogja mondani nekünk egy neurális háló modell, hogy ez egy panda. Jó, hát ezt itt most éppen el is találta, tehát ez itt így rendben is van ebben az értelemben. Hát mondjuk ez a bizonyosság nem valami jó, de fogadjuk el. És ugye azt csináljuk, hogy valamilyen zajt adunk a képhez, hát látjuk, hogy ez mondhatjuk, hogy zaj. Most az, hogy ez pontosan micsoda, ez igazából mindegy is. És ezt a zajt valamilyen súllyal alkalmazzuk a képünkre, tehát igazából hozzáadjuk
a képhez, hát most az, hogy így pixelenként valamilyen matematikai módszerre, vagy akármi, az most mindegy, majd ha lesz ilyen képfeldolgozás órátok, akkor erről fogtok egy kicsit jobban tanulni, én nem akarnék belemenni, mert nem az én világom feltétlenül, és akkor kapunk valamilyen eredményképet. Hát most így szemre ránézésre így a két képet összehasonlítjuk, hát az égvilágon semmi különbséget nem látunk. Viszont, hogyha ezt a képet már odaadjuk egy ilyen neurális hálónak, akkor az már valami mást fog róla mondani. Hát szerintem ez egy elég érdekes és izgalmas dolog, hogy ez miért is van meg miért is működik így. És akkor ezt most, erre most rápillantanánk, hogy nyilván szigorúan a példa alapján, hogy ez hogyan is működik meg hogyan is lehet egy ilyet készíteni, vagy hát nyilván hogyan is lehet ezt így reprezentálni. Mi nem ezt a pandás példát nézzük meg, hanem egy kicsit mást. Jó, na és akkor erre itt van, tényleg ez is a példa alapján megy, tehát semmi meglepő nincs benne ilyen értelemben. Ugye, amit, hát most kiteszem ezt nagyból, hogy jobban látszódjon. Ugye egyrészt ezt a mobilnetes modellt fogjuk használni, vagy hát ezt fogja használni. Hát ez az ImageNet-nek, talán ezt nem néztük korábban, ez is egy ilyen objektumfelismerés, meg objektumdetektálás tulajdonképpen. Egyfajta modell rá, millió modell van egyébként ezekre, ez az egyik. Tehát ez alapján fog működni, és itt fogunk majd valamilyen kis hibát hozzáadni a dologhoz. Így van, itt lesz, ezt majd többször is megnézzük. És ugye ez lesz tehát több képre is megnézzük, de mi is ez az epsilon, csak visszakattintom még a képet. Ugye ez tulajdonképpen ez. Jó? Tehát az, hogy milyen súllyal essen úgymond latba ez a zaj. Zaj ezen a képen. Jó? Tehát, hogy milyen erősségű legyen, amivel szennyezzük magát a felismerendő képet. Jó? És akkor ezt több ilyen epsilonra meg fogjuk nézni. Így van. Itt megcsináljuk magát ugye ezt a pattern tulajdonképpen. Nyilván attól függően, hogy mi van a képen, meg hogy hogyan is néz az ki, mert nyilván akkor lesz igazán látványos. Most, hogyha ilyen random zajokra próbálnánk meg ezt, lehet, hogy nem lenne annyira látványos. Nyilván működne, csak akkor egy kicsit tovább tartana a dolog. És akkor mire fogjuk megnézni? Hát egy kutyára, egy kutyának a képére. Szerintem ezt néztük is a múlt alkalommal. Ezt a jóképű labradort, tehát erre fogjuk most ezt a dolgot kipróbálni. Jó, hát akkor futtassuk is le, csak hogy tényleg lássuk, hogy mi történik. Oké, és jó, és akkor futtassuk is. Jó. Na, elindul nyilván a program, betölti a modellt, és akkor itt földobja nekünk, hogy mi is van, így van a példa is elkészítve, hogy földobja azt a képet, amit meg szeretnénk nézni. Ugye itt van nekünk itt a labrador, ez valamilyen bizonyossággal megmondja, hogy ez micsoda. Hát azért, mert a modell így működik. Jó. Most ha ezt becsukjuk, akkor hát földobja még egyszer, de nem is tudom, hogy miért. Ja, igen, mert földobja mellé a zajt is, tehát ez most szépen földobja nekünk az összes képet. Jó, ez volt az a zaj, amivel terheltük úgymond a képet. Tehát ez a zaj. Nyilván ezt tompítjuk úgymond. Tehát ez lesz az epsilon érték. Most megmutatom még egyszer. Ha sikerül. Jó, tehát itt lesz az a... majd ezekkel az epsilon értékekkel fogjuk ezeket majd úgymond ennek a súlyát csökkenteni. Ugye láttuk, hogy egy sima szorzás van a képletbe. Jó, tehát ez a 0,7-szer a kép. Most az, hogy ez pontosan mit jelent, mondom, ez ilyen képfeldolgozás, hát valószínűleg ilyen pixel intenzitásra gondol, de ez most nem is érdekes igazából. Jó, és akkor itt vannak ezek az epsilonok nekünk.
ezt most becsukjuk, és akkor ugye látjuk, hogy már kis epsilon értéknél is látjuk, hogy itt a fajta már nem igazán jó. Jó? És igazából, hát most nyilván a streamben nem tudom mennyire látszik, majd otthon próbáljátok ki, hogy igazából itt most ránézek erre a képre, hát semmi, egy labrador. Tehát nem látom azt, hogy jó, hát egy picit zajosabb talán. De most ezt mondhatjuk azt, hogy rossz minőségű volt a kép eleve, vagy nem is tudom, tehát rossz, valami rossz volt a kép készítése során, tehát igazából nem tűnik ki, hogy itt viszont itt valamilyen ilyen zaj lenne, ez direkt terhelve. Jó? De már látjuk, hogy kis epsilonnál is ugye a fajta már nem jó. Menjünk tovább, itt növeljük már az epsilont, tehát itt már egy tizednél járunk, és látjuk, hogy itt már ez teljesen elment. Jó, tehát már nem is az, hogy ez most nem az a kutya, vagy az a kutya. Hát remélem a streamben látszik, itt azért már látszik, hogy ez azért igencsak zajos. Jó, tehát itt ez már lehet látni, hogy azért zajosodik a dolog, és egyre problémásabb. És akkor itt látjuk, hogy ez már nem is kutya, hanem törölköző. Jó, tehát hát igen. Most az, hogy ebből hogy nézik ki a törölközőt, ugye ez a lényeg, hogy ugye nyilván magának a támadásnak bizonyos értelemben tudatosnak kell lennie, de nyilván azért van olyan, amit ilyen random módon is lehet csinálni. Na most nyilván mi ezt a támadást direkt úgy alakítottuk ki, hogy egyrészt tudjuk, hogy mi a modell, másrészt meg tudjuk, hogy mi van a képen. A kutya mintás törölköző, hát igen, végül is az is egy dolog. És nyilván az alapján állítottuk össze ezt az ajt, amit láttatok ott az elején. De még elvileg van egy kép, így van. Hát itt meg már valamilyen, hát nem is tudom, valami koral. Nem is tudom, mi ez a brain koral, mindjárt ránézek. Igen, ez ilyen. Hát korall tulajdonképpen. Ja, hát ha most egymás mellé tesszük, hát igen. Jó, tehát mondom, itt már ez tényleg teljesen elment. Jó, mondjuk itt azért már látszódik, hogy a zaj az nagyon erősen érvényesül, vagy hát zaj. Mondjuk ugye a szennyezés igazából a képbe, az már nagyon erősen érvényesül, tehát ez szerintem már a streambe is elég jól látszódik. De látjuk, hogy bizony meg lehet téveszteni már kis zajjal is ezeket a hálózatokat. Na most csak, hogy ez miért érdekes, ugye egyrészt azért, mert nyilván hát később fogunk majd foglalkozni arcfelismeréssel is. Hát meglátjuk, hogy egy ilyen alapmodellt a fél év során be tudok-e izzítani, hogy ugye azért sok országban működik már ez az arcfelismerés úgy, hát mondjuk úgy, hogy nemzeti szinten, de tényleg nem akarok itt most ebbe belemenni, hogy most egy hülye példa, vagy lehet, hogy hülyeség, de csak hogy ilyen brainstorming menjen, hogy mondjuk milyen sminket kell föltenni ahhoz, hogy ne engem ismerjen föl, hanem mondjuk a szomszédomat. Egy ilyen modell, vagy mondjuk, csak hogy egy kicsit egyszerűbbet nézzünk, hogy milyen mintára kell festeni egy autót, vagy egy buszt, vagy egy kamiont, vagy egy akármit, hogy egy önvezető autót megtévesszen. Ami ugye láttuk, múlt héten nézegettünk ilyen önvezető autós kis perception példákat, hogy mi az az autó, vagy festés minta, ami így meg tud téveszteni egy tényleg egy ilyen önvezető autóba épített ilyen modellt. És akkor mondjuk a buszról azt hiszi, hogy mit tudom én, babakocsi vagy zebra, vagy ilyesmi. Tehát hát csak egy tényleg csak ilyen felvetés, hogy ezeket hogyan lehet használni, alkalmazni. Nyilván ez egy érdekes dolog, meg azért így a neurális hálók működésére is kicsit ad betekintést. De hát azért érdekes dolgok jöhetnek ki azért ezekből. Jó? Hát nem azt mondom, hogy most így az arcfelismerő rendszereket tévesszük meg ezzel, mert azért itt erre mifelénk még ilyen talán nincsen, de azért ez már érdekes lehet.
Na, kérdés ezzel kapcsolatban van-e esetleg? Jó, hát ezt csak úgy gondoltam, megmutatom ilyen érdekességként, hogy ilyeneket is lehet itt hackerni, hogy tényleg, hogyha most még egyszer lefuttatjuk, tényleg már nagyon kicsi zajnál is, tehát tényleg láthatatlan szintű zajnál is már bizony meg lehet téveszteni egy ilyen hálózatot. Jó. Oké, és na, akkor menjünk tovább, mert tényleg lassan lejár az időnk, lehet, hogy egy picit ma hamarabb is befejezzük, mert van dolog. Hát igen, para, de tudod, ez olyan, hogy ilyen kicsi zajnál már egy arcfelismerés, tehát tudod, hogyha a fajtát összetéveszti, tehát arcfelismerésnél az, hogy ember van a képen, az nyilván triviális. Az, hogy ott egy arc van a képen, az is triviális, de az, hogy kinek az arca van a képen, az már, ugye az lenne a célja annak a modellnek tulajdonképpen, meg annak az alkalmazásnak. Hát szerintem egy ilyet megnézünk azért. Jó, mert ez szerintem mindenképp a fél év során. És arcnál azért ez már bőven elég lehet. Hát így van, Ranger Fox, így van. Tehát könnyű, viszonylag könnyű. Hát nem azt mondom, hogy könnyű, mert azért itt tényleg ki van ez hegyezve erre a modellre. Azért egy alkalmazásban nem mindig tudod, hogy milyen modell fut. Most egy, ugye telefonokban építik ez a, hát hogy is mondja, ez a computational photography, talán így hívják. És ott valószínű ilyen neurális hálók futnak, amik nyilván fölismerik magát, hogy mit fotózol, akkor ott alkalmaz mindenféle ilyen, ilyen nagyon advanced zajszűréstől kezdve a szuper rezolúcióig, tehát ezer ilyen dolgot. És azért mondjuk egy Samsung vagy egy Apple nyilván nem fogja megmondani azt, hogy ő milyen modellt alkalmaz. Jó? Tehát azért nem egyszerű, de meg lehet téveszteni. Hát igen, para, hogyha egy arcra rámondja, hogy törölköző, akkor ott azért más gondok is vannak. Igen. Hát Kínában volt az most téma, csak tényleg, hogy egy kicsit kitérjek, hogy ugye nyilván az arcfelismerés most bizonyos régiókban ugye nem működött, mert mindenki maszkba mászkált, már aki mászkált, mert ugye sokáig nem nagyon lehetett, és akkor hogy ott problémának vélték valaki. Hát mondjuk úgy voltam vele, hogy ezzel a legnagyobb problémájuk, hogy nem megy az arcfelismerés. De igen, hát mondjuk a arcfelismerés a legjobb, ha eltakarod az arcot, de nyilván ez nem mindig működik. Hát igen, ez hát nem feltétlenül laikusok para, mert most ez marketing. Már mindenben mesterséges intelligencia van. Jó? De hát ezért nyilván látni kell, sőt ezeket biztos meg is fogjuk nézni, mert az egyik projekt az egy ilyen szuper rezolúciós cucc lesz, hogy ott ez hogy működik. Jó? És akkor hát nem azt mondom, hogy csinálunk egy ilyen AI kamerát, mert nem feltétlenül ez a cél, de az egyik az ilyen projekt lesz. Jó? Másikat majd meglátjuk, még ott azért agyalok, hogy kéne, mint kéne, mert ott azzal lehetnek problémák, de az egyik az biztos, hogy egy ilyen szuper rezolúciós lesz, ami a, hát tudjátok, régen voltak ezek a filmek, a ilyen krimik, meg mit tudom én, most is mennek szerintem ilyen sorozatok, hogy van valami bűnelkövetőről egy ilyen nagyon pixeles, nagyon homályos, sötét kép, és akkor ott az informatikus a rendőrségen ott aktívan klimpíroz a billentyűzeten, és egyszer csak ilyen tökéles, világos kép keletkezik. Hát valami olyasmit fogunk megnézni. Hát így van, para, mint amit a Samsungnál is van, ez a százszoros zoom. De nyilván ennek azért vannak még korlátai, tehát azért a végtelenség ezt nem lehet csinálni. Ami információ nincs, az csak limitáltan lehet pótolni. Jó? Sőt, hát igazából ami információ nincs, az nem is lehet, hanem hát mondjuk úgy, hogy egy jó tip, de ja, valami ilyesmit fogunk megnézni.
Hát igen. Jó. De a lényeg, hogy bizonyos szintig ez működik, de nyilván tudni kell, hogy mi van a képen. Igazából azt sem tudni, hogyha ki, hogy ki van a képen, akit fotózol, mert az sokat segít. De ja, valamennyit lehet javítani. Viszonylag sokat. Mondjuk egy HD felvételből egy 4K-t simán lehet csinálni. Jó. Hát a 480p-ből 4K, hát határeset. De megnézzük, kipróbáljuk mindenképp. Jó, oké. És viszont ez már egy olyan projekt lesz, ami lehet, hogy ki fog csúszni a fél évből, mert egyrészt nem is tananyag, tehát nagyon nem tananyag, másrészt meg ez egy kicsit hosszabb lélegzetvételű is lesz, azért kicsit jobban belemegyünk a részletekbe majd. Jó. Hát mindegy, a csatorna üzemelni fog nyáron is. Miért ne csinálnánk? Jó, oké, és menjünk tovább, mert és akkor még egy utolsó dolgot megnézünk. Ez pedig ez a Deep Dream lenne. Ezzel Norbi is foglalkozik, a csatornáján is van róla emlékeim szerint videó. Azt nem tudom, hogy Prog 1-en-e, szerintem Prog 2-n biztosan, de mondom, ez inkább csak a múlt, az, hogy a jövőben mit fog csinálni a Prog 2-n, azt nem tudom. De mondom, szerintem Norbi csatornáján is van, de mi is ránéznénk egy ilyenre. Ugye ez megint csak ilyen TensorFlow-s példa lesz. Mit akarunk csinálni? Na csak megtalálom már a forrást. Ja, itt is van. Jó. Oké, és mit is szeretnénk csinálni? Ugye nyilván ez is valamelyest így a neurális hálóknak az ilyen működésére adhat valami fajta kis iránymutatást vagy bemutatást. És nyilván erre egy ilyen kis példa, ennek alapvetően értelme nem sok van. Tehát azt mindenképp már most leszögezném, hogy értelme nem sok van ennek a példának, de talán egy kicsit adhat képet arról, hogy ezek a neurális hálók hogyan is működnek, egy picit jobb elmélyülést adhat. Szia, Ropman! Igen. Debreceni Egyetem, Prog 1. Jó, úgyhogy erre néznénk most egy ilyen kis példát. Az alap kiindulás az, hogy nyilván van nekünk valamilyen objektumdetektáló modellünk, ez most a Inception V3 lesz. Hát majd, hogy nem mondhatnám, hogy ez már egy ilyen klasszikus modell, ez az Inception, ez tényleg egy nagyon komoly, hát nem azt mondom, hogy ezzel indult a nagy forradalom, mert én inkább az AlexNet-et mondanám, de ha jól gondolom, az AlexNet is az Inception dataset-et használja, de majd ezt megnézem. Már nem is biztos, hogy jól mondom. Szóval az Inception V3-at fogjuk most mondjuk hackkelgetni egy kicsit. És ugye, hogy mit is szeretnénk, ugye alapvetően nézegettük már, hogy ezek a tanítások hogyan is zajlanak. Ugye láttuk, hogy a tanítás során szeretnénk ugye az accuracy úgy, hogy fölfele menjen, a loss meg, hogy lefele menjen. Jó, most csak tényleg nagyon konyha nyelven. És ugye azt, hogy a loss lefele menjen, azt ugye ezzel a gradiens módszerrel szoktuk csinálni, ezzel a gradient descent módszerrel, de már szerintem többet is mondok, mint kellene. És akkor itt most igazából ezt egy kicsit megfordítjuk, vagy meghekkeljük, mert azt szeretnénk, hogy ezek a neurális hálóink, vagy legalábbis bizonyos rétegeink túlműködjenek. Jó, tehát túltolják egy kicsit a tevékenységüket, ezért ezt a loss függvényt most nem csökkenteni fogjuk, hanem úgymond, tehát arra fogjuk kényszeríteni úgymond a modellt, hogy maximalizálja a loss-t bizonyos rétegekbe. Jó? Úgyhogy mondom, most ezt fogjuk így megnézni. Hát ezt most nem fogom from scratch nulláról megírni, az biztos, mert ez egy kicsit nagyobb lélegzetvételű dolog, de csak kicsit, hogy a működésbe beletekintsünk. Ugye nyilván itt van nekünk maga a programunk, ezt fogjuk futtatni, hát itt most ilyen parancsori argumentunkra nem térek ki, ugye itt majd megadjuk, hogy melyik fájlra működjön. Ugye itt egyrészt betöltjük a modellünket, tehát az alapmodellünket, és itt megadjuk neki, hogy melyek legyenek azok a rétegek, amiket mi egy kicsit hackkelni szeretnénk, tehát amit szeretnénk, hogy máshogy működjön. Jó? Hát így nyilván
úgy csináltam meg, hogy itt ezt kézzel lehessen állítani, mert majd lehet ezzel játszani, hogy mi is történjen, meg hogyan is. Tehát, hogy melyik rétegeket változtassuk meg, már csak azért is, mert akkor más lesz egy kicsit a kimenet. Jó, oké, és akkor itt nyilván meghekkeljük a layereket, itt betöltjük a modellt, ugye már a meghekkelt layerekkel, tehát nyilván itt ezeket betöltjük, akkor itt a képet fogjuk egy kicsit konvertálgatni, méretezgetni, hogy nyilván a modellünknek megfeleljen, és akkor itt lesz az majd az a rész, amikor magát a modellt is, tehát végigfuttatjuk tulajdonképpen azon a neurális hálón a képünket, amit meghekkeltünk. És akkor majd nézzétek meg a TensorFlow oldalán, hogy itt ezek pontosan miért vannak így ilyen komolyabban megpatkolva meg hogy miért is volt ezekre szükség. Ugye nyilván itt a kimeneti képünk az nem minden esetben lesz szép, vagy hát hogy mondjam, tehát kicsit pixeles lesz, meg kicsit homályos lesz, de alapvetően hogyha majd megnézitek ezt a példát, akkor itt látni fogjátok, hogy ilyen a bemeneti képből ilyen csempéket fog készíteni, és akkor azokat a csempéket fogja külön-külön lefuttatni, hogy tehát hogy csak azért, hogy élesebb legyen a kimeneti képünk, tehát hogy minél inkább jól nézzen ki tulajdonképpen. És a végén pedig majd szépen meg fogjuk kapni ugye a kimeneti képünket egy fájlba. Jó, na de akkor nézzük is meg, hogy hogyan is kell ezt használni. Mondom, ez a forráskód is fönn lesz majd a repomba is, mert ezen azért kicsit kalapálgattam, tehát ez nem egy az egybe a gyári példa, hanem egy picit alakítva van. Jó, és akkor nézzük is meg, hogy hol vagyunk. Oké, és jó. Na most milyen képet fogunk itt megnézegetni? A példában, ha jól emlékszem, igen, van nekünk ez a szokásos, ugye a jóképű labrador. Első körbe akkor erre néznénk meg. Hát kiteszem nagyba a parancsot, mert argumentumokat is kér, és akkor hogy jobban látszódjon. Jó, tehát futtatjuk ezt a Deep Dream programot, és akkor bemenetnek megadjuk ugye magát a képet. Kimenetnek adunk egy nevet, mondjuk ez a Labrador kimenet, és itt pedig meg kell adnunk azt, hogy melyik layerekre működjön. De most nyilván sokkal több layer van ennél. Ugye ez az Inception V3, hát most összesen meg nem mondom nektek hány layerből áll pont, tehát ez a modell, de hát sok. Sok. Ami nekünk itt most érdekes lesz, azok a konvolúciós rétegek, hiszen ott tudunk majd ugye ezzel a loss függvénnyel egy kicsit jobban játszani, hogy ezek a konvolúciós rétegek, tehát ahol ezek a konvolúciós rétegek csatlakoznak egymáshoz, ott fogunk majd tudni ezzel jobban játszani. És ezeket a rétegeket fogjuk úgy kiválogatni. Ugye látjuk, hogy itt ezek a mixed layer, tulajdonképpen ezek a konvolúciós rétegek, és itt parancsori argumentumokból veszi ki azt, hogy pontosan hanyadik legyen. Jó? Na most ebből, ha jól emlékszem, 11 van. 10 vagy 11 van összesen. Jó? És akkor most ezt néznénk meg, mondjuk nézzük meg a 3-as, meg a 6-os ilyen konvolúciós rétegre. Jó? Ez itt szépen elindul. Hát, egy darabig el fog tartani. Ha egy kicsit elkezd szaggatni a stream, akkor elnézést kérek, ez egy kicsit erőforrás igényesebb folyamat. Jó. Az, hogy itt most mit csinál, ezt a tutoriában biztos meg tudjátok nézni a TensorFlow oldalán, mert ott ez le van írva. Jó. Hát így csinálja meg tulajdonképpen azokat a csempéket, meg végigfuttatja a hálón a képet, meg ilyesmi. Jó. Na és akkor nézzük meg, hogy mi lett nekünk a kimenetünk. Jó, hát tulajdonképpen egy totál LSD trip, ugye már hogyha az ilyen, mondjuk én nem tudom, ugye látjuk azt, hogy ugye bizonyos neurális hálók, tehát azok a rétegek, amiket mi megadtunk, ez a 3-as és 6-os réteg, ezek túlműködtek, és ugye a képet elkezdték módosítani, és
Hát tulajdonképpen mindenhol ilyen kiskutyákat rakott. Vagy hát kiskutyáknak az arcait, meg szemeit, meg ilyesmit. Most már még jobb képű labrador. Hát, meg még több képű labrador, igen. Farka is eltört, itt látjuk. Hát igen. Jó, hát nem biztos, hogy amúgy ez a legszebb kimenet, amit itt ez a Deep Dream tud nekünk adni. Próbáljuk már meg más léjerekre, mondjuk kicsit mélyebb léjerekre, mondjuk a 6-os meg a 9-es ilyen mix léjerekre, hogy arra mit mond nekünk. Meg hogy arra, hogy néz ki. Szerintem arra egy kicsit más lesz, sőt, biztosan más lesz. Így van. Jó. Na most, mit mond ez nekünk? Ez már egy teljesen más, itt már nem is tudom, hogy miket rakott rá. Nem tudom, hogy ti fölismeritek-e, hogy ez mi. Ugye más layereknél hackeltük az aktivációt, meg ugye a lost, és ugye ez azt eredményezte, hogy mást rakott rá a képre. Na most, mit mond ez nekünk? Ez alapvetően azt mondja nekünk, hogy egy ilyen deep, tehát ilyen mély neurális hálózatnak az egyes rétegei más és más dolgot fognak hát fölismerni. Vagy más és más dolgot más feladatot végeznek. Jó? Mondjuk van olyan réteg, ami mondjuk a kutyának az arcát ismeri föl, vagy a testét, vagy a hátteret, vagy a fene tudja mit. Jó? Igazából ez tényleg csak annyit mond nekünk, hogy ezek a rétegek más és más dolgot csinálnak igazából. Jó? Oké is. Igen, Ropman. De meg lesz a többi fejezet is. Most még a fél év során, tehát május közepéig meg fogjuk csinálni őket. Jó, és YouTube-on, csatornámon elérhetőek. Jó, hát igen, esetleg körülötte a füvet. Talán. Ez milyen térkép? Így van, Rothman. Hát ha nem egytől, hanem kettőtől, mert az első fejezet az bevezetés, arról nem beszélünk. Kettőtől ötig. De szerintem az ötös is fönt van. Talán. Jó. Na nézzük meg a többi képre, mert van még itt nekünk képünk, hogy azokra mit csinál. Van nekem egy ilyen, ezt letöltöttem, ezek ilyen ingyenes képek talán. Jó, tehát van itt egy ilyen vörös mókus. Jó, nézzük meg, hogy ezzel mit csinál. Ez a kis program. Először adjunk neki magasabb rétegeket, mert talán azoknál érdekesebb lehet. Jó, tehát itt van ez a kis mókus. Nyilván elmentjük a kimenetbe. Jó, hát igen, a magasabb rétegekre gyorsabban lefut egy kicsit. Jó, na és akkor nézzük, hogy ezzel mit csinált. Hát ez mindenhova. Hát most mókust rakott, vagy kutyát, a fene se tudja. Jó. És hát nézzük meg tényleg mondjuk a legfelső ilyen rétegekre, hogy ott mit mond, hogy ott hogyan néz ki a dolog. És akkor ezzel lehet játszani, próbálgatni, hogy mi történik, hogy történik, miért úgy történik. Mondom, ti is majd próbálgassátok ki tetszőleges képre. Lehet, hogy arcra is ad érdekes dolgokat, ebben ezt nem is próbáltam ki. Mondjuk az Inception az nem arcra van elsősorban. Hát ez is hasonló, talán egy kicsit jobban kivehető ugye a mókusnak az alakja.
Hát, én meg nem mondom, hogy miket rak a háttérbe. Jó, ez már lehet, hogy valami szeren kéne lenni, de azon ne legyetek semmiképpen se. Jó, tehát itt mondom, itt valamilyen idegeket rárak nekünk a képre. Jó. Okés. Jó, meg még próbáljunk meg egy tényleg egy repülőre, és akkor ezzel nagyjából le is zárnánk. Okés. Hát ide is valami arcokat tett, vagy nem is tudom mit. Jó. Okés. Na. Hát mondom, ennyi akartam így megmutatni, hogy nyilván majd játszatok ezzel, meg próbáljátok ki ilyen különböző rétegekre. Hát most nem akarok én ilyen szépségversenyt hirdetni, de még akár Facebookra is dobhattok be a csoportba ilyen képeket, hogy miket sikerült csinálni. Mondom, ilyen vicces dolgok kijöhetnek azért ebből. Nem biztos, hogy ennek itt prog egyen olyan sok értelme van, de akár még érdekes is lehet. Jó. Mondom, tényleg ennyi lett volna ennek a célja, hogy azért itt látszódik, hogy a neurális hálók egyes rétegei más és más dolgokért felelősek, úgymond. Tehát mást csinálnak. Hogyha ezeket itt túltoljuk, akkor ezek láthatóak. Ugye ez, hogy az aktivációt, meg tehát a losszfüggvényt, meg ezeket álligatjuk, akkor ezek láthatóvá válnak. Jó. Fent lesznek Ranger Fox az én GitLab repomba. Jó? Tehát a GitLabra elmész, ott nekem is ott van a BHAX repo, ott van fönt, és oda fogom tölteni, hát ma vagy holnap, attól függ, hogy jön ki a lépés. Jó? De fönt lesznek. Jár-e TP a képekért? Hát, szerintem járhat, nem? Csak nem akarom a TP-t osztogatni nagyon, mert nehogy fölboruljanak a dolgok. Régebben voltak ilyenek, hogy annyi TP-t kaptak, hát nem TP-t, hanem pontot, pontosabban, mert akkor még nem TP-nek hívtuk, ahány like érkezett a képre. De azért ez veszélyes, jó? Hát szerintem egy pár TP mindenképp mehet, mert azért csak le kell futtatni, meg csak ki kell ezt próbálni. De azért annyi, tehát valaki kap mit tudom, 60 lájkot egy képre, azért a 60 TP a sok. Jó. Hát mit tudom én, aki tesz föl, annak mondjuk egy... Hát mennyit inflálódtak manapság ezek a TP-k, mert elindultunk ilyen 1, meg 2, meg 3, meg ilyesmi TP-kkel. Most nem tudom, hogy mennyiket lehet kapni. Mi a nagyságrend? Már van ilyen 100, 128 is. Kicsit le vagyok maradva most a posztokkal, elnézést kérek. 128, de akkor az valami nagyon, nagyon brutál feladat. Tehát annak muszáj nagyon nehéznek lennie. A Redflower Health C++ kvalifikáció. Aha, hát igen, az nehéz. Az nehéz. Bajnok 5-10 lenne a reális a képekre? Tehát ezekre a Deep Dream-es képekre? Hát mondjuk, ha belegondolok, hát de ez az, most ezt csak le kell futtatni.
Jó, hát akkor legyen, aki tesz ki képet, én adok neki 5 labortépét. Jó? 5 darab labortépét. Jó? És csak egyszer. Egyszer. Tehát nem az van, hogy kirak 100 képet, és akkor megajánlott 5-ös már Pro 2-re is. Jó? Tehát egy kép, és akkor 5 labortépé, mert akkor azzal látjuk, hogy csináltátok. Esetleg olyat még csinálhatnánk, hogy azért csak nézzük ezeket a lájkokat, hogy ugye lájkoljátok azt, ami tetszik. Jó, tehát ami tetszik nektek, azt lájkoljátok. És aki a legtöbbet kapja, az még 5. Jó, és akkor tényleg ezzel már sokkal többet nem is akarok adni. Hát igen. Para fönt van persze, csak én kicsit hackeltem rajta, hogy így ilyen parancsolósan tudjon működni. Jó? De fönt van, de én is föl fogom tenni. Jó, akkor ebbe így megegyeztünk, hogy akkor aki tesz föl képet, az 5 pont, 5 TP, és aki a legtöbb lájkot kapja, az még 5. Jó, majd legyen már egy gyűjtőposzt. Azt mindenképp kérném, mert ne szaladjon-e el nagyon a dolgok. Jó? Tehát ne az legyen, hogy most 100 különböző poszton. Jó? Oké, és na. Akkor, hát én tulajdonképpen mára ennyit gondoltam. Kérdések vannak, akkor azokat lőjétek mindenképpen. Jó? Közben én ránézek a Messengerre, de Norbi még nem reagált. Jó. Úgyhogy mondom, ha kérdések vannak, akkor nyugodtan tegyétek föl. Mondom, a menetrendet akkor nagyjából tudjátok. Még egyszer elmondom, hogyha esetleg valaki nem volt itt az elején, hogy hétfőn nem lesz stream, legalábbis Progress stream nem lesz, mert e-sportra kell készülnöm. Tehát e-sport órára kell készülnöm. Ugye kedden akkor megnézzük a könyveket. Hát olyan 1 óra környékén kezdenénk, attól függően, hogy az ebéd mikor ér ide, és utána ebéd után kezdünk, és hát tart, ameddig tart, de legkésőbb 6-ig. Ha 6-ig nem végzünk, akkor folytatjuk csütörtökön. Egyébként ez úgyis ilyen fogadóóra lenne, meg prog 1 óra, tehát nyilván ott közben is kérdezhettek, ha van valami szakmai kérdésetek, akkor nyugodtan föltehetitek, megbeszéljük, jó? És akkor utána pedig, hogyha ez megvan, akkor elkezdjük a korábbi fejezeteket is. Jó, mondom, én itt 3 fejezetet írtam föl magamnak a papíromra, a Turing, a Chomsky és a César fejezetek. Ezt a 3 fejezetet nem néztük meg itt a csatornán, úgyhogy akkor ezeket is átfutnánk, hogy meglegyen, forráskód is meglegyen, meg meglegyenek a videók is, jó? És akkor ezeket még pótolnánk, jó? Egyébként meg, hát az órákon, amiken nem konkrét progegy, vagy konkrét könyvátnézés, vagy ilyesmi lesz, azok akkor lesz valamilyen jellegű fogadóra, vagy warzone-ozunk, vagy valamit majd ilyesmit csinálunk. Jó. Na. 5000 csatorna pontra nem jár a TP. Egyébként gondolkodtam rajta, de nem biztos, hogy erre még föl van mindenki készülve. Alapvetően Norbival majd lehet, hogy beszélek erről, mert ugye az, hogy csatorna pontotok van, az azt jelenti, hogy nézitek a csatornát. Most az, hogy ezt nézitek, vagy Norbiét nézitek, ugye, tehát nyilván szakmai tartalmat néztek, viszont az a baj, hogy van nem szakmai tartalom is, ami ugyanér jár a pont. Bár mondjuk az, hogy a Warzone szakmai tartalom-e, hát e-sport órán lehet. De meglátjuk, meglátjuk. 10K-nál nem. Az, hát most meg főleg nem. Most meg főleg nem. Hát valaki elhasználta üzenet kiemelés régen. Hát igen. Igen, az ciki. Na mindegy, a következő félét már szerintem így fogjuk csinálni. Bár mondjuk lehet, hogy akkor már fizikailag is találkozunk.
De mindegy, meglátjuk, mert lehet, hogy ott már igen. Ja igen, bocsi, Giant Patrick, igen, így van, a konvé az holnap éjfél. Robben, hogyha nem jársz, nem vagy nálunk hallgató, akkor neked a TP sajnos nem is számít. Ötös e-sport óra, oké. Jó, na, mi az a kiemelés? Jó. Oké, és na, srácok, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és végignéztétek ezt a mai órát. Élelmiszertudomány? Hát, esetleg a témavezetőddel beszélj, hogy ére pontot, hogyha az én streamemet nézed. Nem biztos, nem biztos. Jó. Para. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó. Úgyhogy tényleg folytatjuk. Mondom, jövő héten tényleg ilyen administratívabb dolgok lesznek, meg tényleg tudjuk le ezt a védést, a videókat csináljátok mindenképp. Ugye van időnk, mert azért még a fél évből is van hátra már a szorgalmi időszakból, meg azért a vizsgai időszak első egy-két hete, de ne csúszunk ki, jó? Tehát ne nagyon csúszunk ki a fél évből. Csináljátok a védéseket, meg a könyveket, és akkor mi is csináljuk ezt a Discordos beszélgetést, és akkor tudjuk le minél hamarabb. Jó? Úgyhogy haladjunk. A jövő héten tényleg akkor ilyen administratív dolgok lesznek. Ami jó. Na jó, és akkor találkozunk kedden. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogy védésre mennyi idő van még? Van még idő, tehát a fél év végig lehet csinálni, de minél hamarabb legyetek túl rajta. Jó? Oké, és na, tényleg elköszönök most már. Bármi további kérdés van, mehet a Facebookra, és jöhet nekem privátba is, e-mailben, vagy sok más helyre. És tudjátok, a elérhetőségeket nyugodtan nyomjátok. Jó? Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és néztetek. Jövő héten találkozunk. Na, sziasztok!